Onidnék Izaura és sok más sikeres tévésorozat hős után most három magyar családdal találkozunk és barátkozhatunk meg minden második csütörtökön este. Nem távoli egzotikus vidéken, nem régmúlt történelmi időkben, hanem itt és most közöttünk él a Takács, a Vágási és a Mannheim család. Ők ugyanis a főszereplői a most induló sorozatnak, amelynek címe Szomszédok. 331 rész, 9900 műsorperc, több mint 1000 nap forgatás, 1400 szereplő, és 5-6 millió néző két hetente, ha csak a legfontosabb számokat említjük. A Szomszédok új filmnyelvet hozott létre, a teleregényt. A hétköznapokról szólt rólunk, 32 évvel ezelőtt indult, és 20 éve szünetel. Az alkotók és a művészek közül néhányan már az égi társulat tagjai, de a többiek itt élnek közöttünk, folytatódik a történetük, egyelőre nyilvánosság nélkül. A 332. résszel részben emlékezni szeretnénk a 13 évig tartó sorozatra, felvillantjuk a forgatás néhány vidám és emlékezetes pillanatát, bemutatunk néhány sosem látott felvételt a művészek munkájából, másrészt a főszereplőkkel a sorozat értékeit kutatva eljátszunk a gondolattal, mi lenne, ha folytatódna. Anna, te hogy emlékszel vissza a 13 évre? Neked mit jelentett a sorozat? Az életem egyik meghatározó feladata volt. Rengeteg jót hozott, nagyon nagy népszerűséget hozott, és egy újfajta feladatot a szakmában. A szakmában, hogy azt hogyan kell feldolgozni és kezelni, hogyha ez a népszerűség ilyen állandó és mindenhol jelenlévő. Mi az az érték, amitől ma is népszerű? Szerintem egy olyan időszakban született, amikor a rendszerváltozás maga az embereket annyi reménnyel és örömmel töltötte el, hogy azt gondolták, hogy mostantól minden sokkal könnyebb és jobb lesz, és ennek a reménynek az emléke mindenkiben benne van, akkor is, ha azóta elnehezült az élete. És a Szomszédokról ez jut szerintem az emberek nagy részének, vagy én azt tapasztalom, hogy ez jut az eszébe róla. És hogy a másik emberrel ugyanaz történik meg, mint velünk, ugyanazt éljük át sokan, ettől valószínűleg minden teher vagy kín, nehézség, vagy az uttalanság, vagy az elmagányosodás érzése is kicsit könnyebbé válik, hogyha az ember megérzi, hogy a másiknak is ugyanezek a gondjai az életében. Ez egy nagyon fontos értékének éreztük akkor is, hát persze évek ellettek, amíg ezt nagyjából bent is lévén megfogalmaztuk, hiszen ilyen hosszú távú, ilyen az magyar emberek napi életéről szóló sorozat addig nem volt, tehát az alkotótársakkal, és hát alapvetően Horváth Ádámmal együtt ez úgy zajlott, hogy ahogy megtapasztaltuk, és ahogy visszatudtunk rá nézni, úgy tudjuk ezeket megfogalmazni. Hát ennyi évtávlatából én azt hiszem, hogy ez még ma is él az embereknek, legalábbis amilyen reakciókat én kapok, abból abszolút. Tól elmondtam, már nagyon sok újságíró kérdezte ez alatt a 20 év alatt, amióta befejeztük, hogy volt, meg mint volt, meg főleg azután, hogy egyszer csak elkezdett egy olyan retro sikere lenni, amire senki nem számított. Nem lehetett tudni, hogy ez most mitől van ez az őrület. Hasonló cipőbe járt egyébként a Feri bácsiról a tenkes kapitánya. Amikor vetítették a tenkes kapitányt, egy ország lőgött rajta, hogy hát ilyen gagyit így vívnak, meg úgy vívnak, meg Ungvári Laci bácsi ilyen kis kiutasítás, nagy kiutasítás szint játszott. És aztán egyszer csak elkezdték vetíteni, és nagyon szerethetővé váltak azok a figurák. És nem azt keresték a nézők, hogy ez most mennyire hiteles, mennyire izgalmas, mennyire kompakt, hanem azt, hogy jaj, de jó pofa játék, ez egy jó pofa, nem kezd komolyan venni annyira, ez jó pofa játék. Na most, amikor mi elkezdtük a Szomszédokat 87-ben, akkor nem volt semmiféle sorozat etalon. Ugye az Ádám találta ki ezt a teleregény. Tehát úgy kezdődött a szereposztás, hogy Zente Ferenc és Komlós Juci. És ez volt az a két színész, akit a szakmában vagy a nézők között is egyetlen embert nem tudok mondani, aki azt mondta volna, hogy jaj, én nem szeretem ezt a Komlós Jucit, vagy ki nem állhatom az Zente Ferencet. Pedig ugye mind a nézőknek a szakma belé, és mondunk egymásra mindenfélét, ahogy éppen a szánkra jön. De ez a két színész volt Magyarország, akit mindenki szeretett. És eljárást indítottuk maguk ellen,
Ha nem fizetik, be, be, ki, be, be. Mi nem vagyunk arra felhatalmazva. Gratulálok. Van olyan különleges jelenet, amire ma is emlékszel? Tegnap próbáltam színházamban, amikor is, hogy sutyorogtak mellettem, és kiderült, hogy arról sutyorognak, hogy amikor kinyitottam az ajtót, és egy apró csikkantottam, mert ott állt az ajtóban, nem az, akit vártam. És hogy apró fogadásokat kötött a stáb, hogy tudom-e folytatni, vagy abba hagyom egy karácsony előtti számban, és hát tudtam folytatni, úgyhogy akkor ő így belekerült a sorozatba nem sokkal a befejezése előtt, és hát ez azért lélegzetelállító volt, amit ez azóta is látszik a felvételen is. Úgyhogy ez egy nagyon különleges élményem volt színészként is, hogy akkor, és azt éreztem, hogy szeretné a kamera, ha folytatnám valahogy, és sikerült, de nagyon meglepődtem, nagyon. Hogy gondolsz vissza arra 13 évre? Hát baromi jó. Figyelj, fiatalok voltunk, munkalehetőség volt, anyagilag biztonságot jelentett, és hát olyan népszerűséget hozott, ami hihetetlen. Egy abszolút emberi dolgokról szólt, emberi kapcsolatokról, szeretetről is, de hát konfliktusokról is természetesen, de ugyanakkor meg példát is mutatott, tehát ez a jó értelembe vett, picit elemelt dolog volt, amiről minden adásban szó volt gyakorlatilag valamilyen formában, de mindig szólt valamiről, valami emberi dologról, és ez szerintem nagyon fontos volt. Annyira másról szól ma az életünk, annyira rohanunk, annyira nem figyelünk oda egymásra, hogy adott esetben ez újra egy érték lehetne. Menet közben csodálkoztunk mi is rá arra a hihetetlen siker sztorira és sorozatra, amit a szomszédok megélt, és hogy mai napig örömmel és csodálattal nézem, hogy milyen hatással van a fiatalokra. A szomszédok azért elég meghatározó része volt az életemnek. Azért az 13 év volt, annak ellenére, hogy én alig vettem részt benne. Valahogy az az érzésem, hogy igazából engem a közönség emelt arra, mit mondjak, a főszereplői státuszra, ami most vagyok. Mert hát úgy kezelnek, mintha főszereplő lettem volna. Mi az az érték, ami örök és állandó? A szomszédoknak a legfőbb értéke az volt, hogy ez rólunk szólt, ez a mi történetünk volt. És pontosan ezért gyakorlatilag beírtuk magunkat a történelembe, ezt szoktuk mondani. Tudnélik, pontosan nemrég hallottam egy olyan beszélgetést, amikor egy külföldi ember szerette volna megtudni, hogy milyen volt a rendszerváltás időszak a Magyarországon, meg az utána lévő, előtte lévő időszak, és azt mondták neki, hogy nézze meg a szomszédokat. A szomszédok olyan volt, mint az akkori életünk. Tulajdonképpen az zajlott. Én a magam figuráját, ugye hát mindig elmondtam már akkor is, hogy milyen sok ember van, aki ilyen undok, ilyen utálatos, de minden családban úgy érezték, hogy tényleg olyan, mint a ő, soha senki nem ismer magára egy ilyen figuránál, hanem mindenki újjal mutogat a másikra, de mindenki társaságában van egy ilyen Janka típus. És ez az akkori életet teljes módon hűen ábrázolta igazából, tehát egy korrajzot adott mostaniaknak, meg pláne, hogy éltünk akkor. Gazdag réten játszódott a történet, és gyakorlatilag egy kimondott budapesti történet, de a vidéki emberekhez ugyanúgy eljutott, hisz az a problematika, amivel foglalkoztunk, és amiről a részek szóltak, az minden emberhez szólt. Volt-e olyan pillanat, ami különösen fontos volt a számodra a sorozat szempontjából? Hát naponta figyelmeztet rá a gyermekem, tehát az ő születése azért az egy fantasztikus dolog volt. Ugye már a sorozatban délelőtt vettük fel a szülést, este meg a valóságban megszületett a sajátom. Engem főleg a fiatalok keresnek meg mind a mai napig, azok a fiatalok, akik nem is éltek akkor még, és annyira imádták. Pontosan ezért,
mert nekik már csak mesélhetünk arról, egész más életet élnek, teljesen más a ritmusuk ezzel a nyomogatással. Akkor nem volt szó, nem volt erről. És akkor is azért a fiatalok voltak, csak teljesen más életet éltek. De nagyon szeretik, nagyon-nagyon szeretik, azt hiszem. Mennyi van? Semmi. Hát te. Pista az énekora kellős közepén elkezdett... Nem bírom, annyian néznek itt. Még szerencs, hogy nagyanyád nem tudja, hogy télen nincs. Apropó, művész úr, bepillanat... Aha. Köszönöm már valaki a kezére. Úgy jó üzlete vagy nem? Azt nem tudom, de biztos működik, különben nem működik. Azon gondolkozt az elejétől kezdve, hogy hogy fogom én ezt befejezni? Mi ezen olyan fölháborító? Hát én már szerepelek, a magamra készülök. Nem te rád. Ne. Már volt. Hirtelen... Még a szemed sarkában se láthatsz. De, annyira figyellek, és finom. Már volt. Most mi baja van neki? Ja, beget, Attive, kapj be csak itt. Én ilyenkor azt szoktam. Csak nem vagyok benne biztos, hogy a nagyszülőkkel együtt szeretnék nyaralni. És olyan ragaszkodom hozzá. Akkor olyat bevágok neked. Én nekem viszket a tenyerem, ha ránézek, holnap majd éjjárom körülbelül a házat, aztán ha sikerül, akkor elzavarjuk. Jó messzire. Mi szólsz? Várja meg a doktor úr a rendőröket, addig itt úgyse tehessen. Anna, vigyázz! Én ezt nem bírom nézni. Mi van ebben az országban, gyereke? Gratulálok. Jó! Két év alatt szinte úgy éltünk itt, mint egy nagy család. Akkor lehet, hogy mi is elköltözünk anyámhoz. 44. A népszerűség egy színész számára szerintem rögtön az anyagiak után a legfontosabb. Szóval, de ezt nem akarok hülyeskedni, tényleg a legfontosabb. Szóval egy színész, ha megkérdezik, hogy ez kicsoda, akkor az már egy színésznek fáj, hogy akkor hát ő az, aki tudod ott abban a szerepben játszott. Nem szól. A népszerű színész megkapja azt az óriási lehetőséget, vagy névelővel lejtik a nevét. Ő a Kulka. A Nemcsák. A Trokán. És ez egy óriási dolog. Tehát egy lépést nem tudtam úgy tenni Budapesten, hogy ne szólítottak volna meg, hogy akkor vagy mi lesz a következő részben, vagy hogy van a doktor úr, na hát az állandó kérdés volt, hogy hogy van a doktor úr, vásároltam, ezt a doktor úrnak viszi. Hát kezdetben szabadkoztam, de aztán egy idő után föladtam, és azt mondtam, hogy igen, a doktor úrnak viszem. Nagyon nagy népszerűséget jelentett, ami akkor szokatlan volt, tehát mondjuk azt, hogy sok millió ember ismert meg minket, akkor még egy éppen kinyíló, de tulajdonképpen zártan működő rendszerben, amelyben még nem volt mindaz, ami már ma van, hogy irgalmatlan sok információs impulzus ér minket, monitoron, képernyőn, mindenen keresztül. Nagyon nagy népszerűséget jelentett. Lehet, hogy jelentette azt is, hogy sok minden elkerült, mert hogy az arcom és a személyiségem a sorozaté lett, és ez egy nagyon erős hatás volt a színészetemen, de színházi munkámban egyáltalán nem vettem észre, nagyon sokat próbáltam azokban az években is, és forgattam nagy játékfilmet is, de biztos, hogy kevesebbet. Annak idején Fehér Annával egy színházban dolgoztunk, és Anna jelezte, hogy lenne egy ilyen sorozat, és ő gondolkodik, hogy elvállalja, ne vállalja. És mondtam, hogy Anna, hát ez egy óriási lehetőség, és hát irigykedtem egy picit, hogy úristen, de jó neki. És mikor én kerültem Ádám elé, akkor azt mondtam az Ádámnak, hogy hát nem tudom, még gondolkodom. Persze, hát nagyon ürültem, meg boldog voltam, és utána természetesen igent mondtam, de ugye Horváth Ádám nagyon-nagyon sokáig emlegette, hogy hát hogy mertem én azt mondani, hogy gondolkodom egy ilyen lehetőséget. Persze annak idején nem tudtuk még, hogy ez ilyen hosszú lesz ez a sorozat. Mit mondja, két perc alatt? Jó kis két perc, és én alattam.
beteg, gyenge nő. Hogy van? Házasságra nem alkalmas, hogy van ez a szöveg? Na, azt mondja, hogy a kiskorú nagyon elszomorult. Jó, nincs jelen. Kis gyerek szomorú lett. Igen, nagyon elszomorult. Jó, majd elviszem kirándulni a ballagás után. Lehetünk, én kész vagyok. Mi történt Almával és Jánossal az elmúlt évek alatt? Hogy alakult az életük? Én úgy képzelném, hogy kitalált egy saját utat az életére, önállósodott mondjuk. Történet, vagy tovább gondoljuk a történetet, akkor nyilván én vagy a nyugdíjba készülő vezérigazgatója a cégnek. Jó lenne, ha lenne gyerekük. Tehát szerintem született gyerekük. Én szerintem mindenképpen kell, hogy szülessen gyerekük. Úgy képzelném, hogy ez a két alak mindegyik elég erőteljesen és nagyon más felé kapcsolódott szakmailag a világhoz. És ezért nem közös céget visznek mondjuk, ami ma talán sokszor van. Amennyire ambiciózus volt ez a János a szakmájában, lehet esetleg egy magasabb beosztásban lévő színész is, ha bár a politikát mi szerencsésen kihagytuk belőle a sorozatból, ez is volt az egyik sikerének a titka. Ott laknak Gazdagréten? Nem. Én szerintem a lakótelep mindenképpen fontos. Mert ennek az egyik nagy sikere az volt, hogy megpróbált valamiféle receptet adni, hogy hogyan lehet ezekbe a betonkreclikbe emberi módon élni. Ha a Gazdagréten laknak, akkor valahol ott a környéken van neki egy saját kávézója mondjuk. Janka nénivel sok minden történhet. Nem gondolkoztam még rajta, de gondolom egy lehetne a szeretet, vagy öregek otthonában. Lehetne valakinél alkalmazásban, mert nem nyugszik, ugye egy nyughatatlan teremtés volt. Egyetlen egyet nem tudok elképzelni, hogy boldog, békés öreg asszony legyen, mert az egész mentalitása nem ilyen volt, de sok minden történt, gyerekvigyázó lehetne. Szóval aktív életet élne, úgy gondolom, hogy különböző helyeken lehet. És hát lehetne esetleg a témoldában is. Nem tudom. Mi lett a vágásival az elmúlt 20 év alatt? Mi lett a Matyival? Hova jutott Jutka? Mivel foglalkozik? Együtt vannak, nincsenek? Gazdagréten laknak, hol laknak? Mit gondolsz erről? Jó kérdés. Ugye Matyi egyidős a fiammal, 29 éves már. Valószínűleg elvégezte ugye az iskolákat, van egy foglalkozása, reményeim szerint van barátnője, vagy akár felesége, és hát most már türelmetlenül várja Jutka az unokát. És én azzal a gondolattal is eljátszottam, hogy ugye 20 éve vége lett, hogy talán lehet, hogy született a Vágásiéknak még talán még egy lányuk mondjuk. Ugye Karcsinak is fiai vannak, és nekem is, úgyhogy egy olyan, az szerintem az még belefér, és az mondjuk most egy olyan 18-19 éves. Azt gondolom, ugyanígy tartanánk, ahol most az Ilike, és jó magam, és a fiunk, a Matyi pedig egy reklámszakember lenne valahol, valamelyik nagyvállalatnál, vagy pedig a családi vállalkozás vitte volna tovább. Én jó magam igazgató helyettesként fejeztem be a sorozatot. Egészen biztos, hogy visszafele már nem mentem, elég öntudatos tanárnő voltam. Szerintem vagy igazgató lett az iskolában, ha még abban az iskolában maradt, vagy hogy ezt a stresszes helyzetet elhagyja, lehet, hogy pályát változtatott. Én elképzelhetőnek tartom, hogy vagy egy nyomdai cégnek a vezérigazgatója lennék, hisz bizonyára sokat tanultam volna még. De ez azért merem így határozottan mondani, mert az én életem is így alakult. Hát a gyerekek mondjuk kirepültek. Kulka lehet, hogy most már egy magasabb szintű beosztásban lenne, akár a privát rendelőben, vagy a mentő szolgálatnál, tehát nyilván. Én meg nyilván dolgoznék a kis kozmetikában, úgyhogy biztos, hogy folytattuk volna.
Változott, változhatott az értékrendjük az elmúlt évek alatt? Már bizonyos értelemben nem. Bizonyos értelemben meg igen, szerintem. Tehát nyilván a Magenheim ragaszkodna ahhoz, hogy mennyire tisztességesen és zsebredugás nélkül dolgozik. Én is tisztességesen csinálnám a dolgomat. Nem változott volna. Az az értékrend nem. Lehet, hogy ezen túl közösen dolgoznak. És mi ebből magának az üzlet van, Petit úr? Bocsáss, Pét, nekem lett volna szó, még szó. Még igen? Bocsánat. Igen. Most vetette le az első zavarát. A bőrkabát. Te vetted etussal a születésnapomra, mindenféle gyanús kölcsönökből. És tudtam volna a munkahelyen. Te nagyon biztató. Ugye? A bőrkabát. Te vetted etussal a születésnapomra, nem? Mindenféle gyanús kölcsönökből. El leszünk ezzel még szerintem egy ideig. A bőrkabát. Tudtommal te vetted a születésnapomra etussal, mindenféle gyanús kölcsönökből. És a munkahelyeden ugyanúgy fehér köpenyben dolgozom, mint én. A gyerek viszont kinőtte minden rongyát. Megtanulnám én ezt esetleg, jó? A bőrkabát. Tudtommal te vetted etussal a születésnapomra, mindenféle gyanús kölcsönökből. És a munkahelyeden ugyanúgy fehér köpenyben dolgozom, mint én. Viszont a gyerek kinőtte minden rongyát. Eljutunk egyszer a végéig, ugye? A bőrkabát. Tudtommal te vetted etussal a születésnapomra, nem? Mindenféle gyanús kölcsönökből. És a munkahelyeden ugyanúgy Fejbe vágod a mikrofon. Az ilyen közel ne te... Most lett volna zseniális. Lesz is, csak ne... Távolabb vissza a mikrofon, elnézést. A bőrkabát. Tudtommal te vetted etussal a születésnapomra, nem? Mindenféle gyanús kölcsönökből. És a munkahelyeden ugyanúgy fehér köpenyben dolgozom, mint én. A gyereknek viszont nincs egy rongya. A bőrkabát. Tudtommal te vetted etussal a születésnapomra, nem? Mindenféle gyanús kölcsönökből. És a munkahelyeden ugyanúgy fehér köpenyben dolgozom, mint én. Viszont a gyerek kinőtte minden rongyát. De semmi baj. Szeretem, ha örülsz egy csinos ruhának. Csak 16-a van, és egy fillér sincs a dobozban. A torta pénzbe kerül. Húzd meg a ravasz, de óvatosan, ne remegjen a kezed. Doktor úr! Mondom, hogy ott leszek. Szia! Szerinted eltaláltam? Valamit biztosan. Diadalmas hangot szakított velem telefonon, és most újra szabad vagyok. Független, mi a fasz vagyok? Nem kell tovább komédiázni. Nem kell tovább komédiázni. A rohadt életből. Botrány, botrány. Én ma már ennyivel is beérem. Hát bédős Istenem. Kerestem. Folytatódna, valahogy úgy alakulna az életünk, akkor nagyon izgatott lennék, hogy ma ki ez az alma ebben a szép hosszú mesében. A nagy ötletet azt én nagyon, nagyon szívesen. Na csak azért, hogy folytassuk, mert most a sorozatok mennek, és akkor csináljunk egy, na akkor folytassuk, hát akkor miért ne álltunk? Mit tudom én, még keresünk fel egy kis pénzt, és akkor meddig. Ennek úgy nincs értelme. Úgy nincs értelme. Hát ha úgy adódna, én azt hiszem, hogy boldogan vállalnám. Bizonyára csak akkor vállalnám, hogyha színészek játszanák a feladatokat, professzionális emberek működtetnék. Ilyen sorozat csak egy volt, és ha folytatódna, akkor ugyanúgy, ez egy különleges, egy kuriózum, egy hungarikum. És te folytatnád? Hát persze. Te folytatnád? Hát szerintem igen.